érdekes módon kapcsolódik a galériához. Egyrészt Budapest a hívó szó, másrészt a gyerekek. Ugyanis ez a kiállítás, mutatom is, a fővárost mutatja be a gyermekkönyv illusztrációjában. Nagyon érdekes, hogy maga a kiállítás is, úgyhogy egy kicsit más jelenik a kiállításról, ha már van ilyen főleg a gyakorlati, majd elmondhatom meg egy ilyen foglalkozásnak. Én szeretném egy kicsit így a foglalkozás ötleten és megvalósításnak így az elméleti oldalát is megmutatni, ugyanis amikor tervezünk egy foglalkozást, akkor igyekszünk minél nagyobb mélységben megismerni magát a kiállítást. De ezt csak azért mondom el, hogy fontos háttérinformáció, mert minden a galériában minden foglalkozás a kiállításokon alakul. És én például én egy ilyen kicsit ilyen kutató típus vagyok, és hogyha van egy kiállítás, akkor igyekszek a legmélyebb részletekig belemenni, de akár az elméleti részekbe is. És mivel ez egy nagyon érdekes kiállítás volt, ezért egy kicsit mesélni a kiállításokon, akkor nem baj, mert van egy valamink. Hát ez a kiállítás gyakorlatilag révészetesen művészettörténész és a kiállítás egyik kurátorának a hosszú éves kutatásán alakul, ugyanis a budapesti témájú gyermekkönyveket dolgozta fel, és ezeket rendszerezte. Ugye ennek az egésznek az alapja az, hogy a hazai gyermekkönyvkiadás az egy nagy felrendülésben van, azt mondom érzékeltek. Ugye itt ez több komponens, de hogy egy nagyon nívós illusztrátor gárda látható így a hazai gyermekkönyvkiadás színterén. És egyébként nagyon érdekes, hogy Budapestnek egyébként a képi reprezentációja az úti könyveken túl nem annyira részletes és felmenős, viszont ezek a gyerekkönyvek ezeket a hiányokat is akár pótolják. És az nagyon érdekes, hogy hogyan mutatják meg ezek a gyermekkönyvek a fővárost. És azért is örültük ennek a kérdésnek, mert gyakorlatilag ez egy budapesti fővárosi galéria, nem csak a fővárosi gyerekeknek, de ha már gyakorlatilag egy Budapest témájú kiállítás van, akkor nagyon jó ezekre a foglalkozásokat kitalálni. És azt mondja részemesen, hogy a nagyváros dinamikus látvány elemeinek a feldolgozásával. Egyébként a vizuális percepció az elsődleges, tehát hogyha egy gyerek, ha már a gyermekről van szó, a gyermek nézőpontja, az nagyon személyes, nagyon szubjektív, és mondjuk a főváros esetében nagy részben a látványon a vizualitása alakul. És ezért nagyon jók a gyerekkönyvek, mert azok ugye vizuális nyelven szólnak a gyerekekhez, és ezek ugye egyszerre szép irodalmi és művészeti alkotások is. Ugye a szöveg és a kép egysége alakulnak ezek a könyvek. És gyakorlatilag mi is azt kell kiállító pedig, van aki kortárs művész is, úgy lett a grafikus, vannak grafikusok, ami nagyon érdekes, hogy a gyerekkönyveknek egy nagy százalék a 2000-es évek utáni, tehát nagyon aktuális az egész. Itt mutatnék egy-két példát. Baranyai András rajza, a Molnár Zsáklin, és nagyon érdekes volt számomra, hogy ez a sok-sok színes kép a galériának ebbe a nagy fehér telébe hogyan érvényesül. Majd egy kicsit mesélnék róla a grafikáktól. És ezt a kiállítást kiegészítette a Képzőművészeti Egyetem grafika hallgatóinak egy térbeli makettje, ami látható, hogy egy nagyon nagy részt vett el a galériából, és ez volt gyakorlatilag a közösségi szőnyeg, ahol mindig találkoztunk, ahol mindig először beszélgettünk, és ahol visszatértünk a foglalkozások során. A képzőművész hallgatók különböző maketteket készítettek, itt látható egy-két példa, amit aztán a gyerekek kiegészítettek a saját alkotásaikat. Itt arról egy olyan kép látható, ahol már a gyerekek makettjei meg, illetve kisebb szobrai is látható. A képzőművész hallgatók főként egyébként már meglévő budapesti emlékeket látványosságokat formáztak meg, de elkerülhetetlenek voltak mondjuk a budapesti galambok, vagy egy-két ilyen kis személyesebb tárgy, ami a gyerekeknek nagyon fontos. És tehát gyakorlatilag
gyakorlatilag egyrészt egy kétdimenziós látvány várta a gyerekeket, és egy térbeli elem, ahol egy interakció is volt. Nagyon, és akkor most kicsit még a kiállításról, mert ennek kapcsán építettük fel a foglalkozásokat, és ugye nagy részt gyakorlatilag tényleg a grafikák világára épültek a foglalkozások, ami ugye elmondok, mert egy-kettőt így megmutatom, hogy gyakorlatilag nagyon érdekes az, hogy ezek a mesekönyvek hogyan teszik otthonássá a gyermek szemére Budapestet, vagy az is nagyon érdekes számomra, hogy egy mesekönyv hogyan látható Budapestet a gyerekek számára. És ugye a város értelmezésének a feldolgozásában nagy szerep hárul a gyerekkönyvekre. Tehát Budapest lehet akár kincsváron, láthatóak ezek a szövegben. Akkor ezekből olvasok, akik ebben hagyjuk. Mert szerintem, hogy lehet Budapest egy kincsváros, ahol a tájékozódási pontok a műemlékek, a kulturális emlékanyagot ezáltal felelevenítjük, vagy egy reprezentatív színvad, de mégis a figyelmes tudatosít egy egyéni felfedezésre is terepad, illetve egy nagy múltú kincsestár, ami tényleg Budapest azért első körbe lesz. Tehát ez egy ilyen nagyon nagy felület, de azért ez nagyon jelentő a város és a város feldolgozására. Nagy számban jelentek meg olyan mesekönyvek, képeskönyvek, amik Budapestet mint egy gyerekkutyi könyvet mutatják meg. Tehát ezek tele voltak térképekkel, akár mondjuk egy egyes kerületre levetítve, például a Pesti Zsidó legyen fel Ferencváros, tehát ugye egy ilyen építészeti környezeti nevelésre is akár alkalmasak ezek a mesekönyvek. Itt igazából inkább a fizikai létező városból egy konstruált hely lesz, és a város interaktív olvasata válik lehetővé, valamint nagyon sok grafikus ért azzal, hogy a gyerekek milyen a szubjektív térképük, és például a Lipót várost így dolgozták fel a gyerekek nézőpontján keresztül, ami nagyon érdekes, és akkor így érkezünk el a kalandvároshoz, hogy ugyanis mi az, ami a leginkább a gyermekek nézőpontja, a felfedező a kalandor, tehát egy gyermek is a várost igazából inkább csodára is felfedezi, mint inkább értelmezi, vagy a műemlékeket tényleg úgy értelmezi. Így gyakorlatilag a főszereplő, mint mondjuk Csukás István Makkancs című könyvben, a város lakójaként fedezi fel annak környezetét. Budapest a kalandok díszlete, narratívába áldozott város, az ábrázolt hely topográfikusan nem beazonosítható. Tehát a gyermeki nézőpont az leginkább ez a kategória köthető, illetve a következő réteg a varázsváros, ahol a valóság és a fikció egyaránt részesei, amit nem a műemlékei, hanem a benne megtörténő csodák tesznek különlegessé. Itt a grafikusoknak az illusztrátoroknak lehetőségük volt arra, hogy teljesen elragaszkodjanak mondjuk Budapest látványától, és egy szürreális, szugesztív képi világot hozzanak létre, és erre például jó például ott látható Herbst László grafikája, a film Petra csodálatos szemüveg című könyvéből, ahol az Erzsébet hír egy csontváz lesz, a kombinó egy nagy kígyó, az alagút egy nagy kidátott száj, és ez az, ami igazából a gyerekek fantáziáját elindítja. Ugye ez is hasonló a gyermekekhez, átlelkesít, átformál. És ez még azért egy nagyon fontos szempont, mert így újabb valóságtételeket tudunk megmutatni a gyerekeknek a városból. És akkor most visszatérnék, hogy három foglalkozást, illetve négyet terveztük, de csak három mutatok be. Igazából közben aztán mondta Dolkes, mert én már egy idején dolgozom itt, hogy most már igyekszenek minél kevesebb foglalkozást a kiállításokhoz megtervezni, de most ez még a régi foglalkozásban. És itt gyakorlatilag ugye a különböző korosztályoknak különböző megközelítésekkel igyekeztünk a foglalkozásokat kitalálni. A budapesti nyomkereső az inkább egy nyomozós feladat,
hivatlapos, illetve vezetett, de mégis kicsit szabadon mozogható foglalkozás, ezt mindegy részletesebben bemutatom. A főváros mozdulatú lakója az pedig hasonló az újrahasznosított technikákhoz, makettek építéshez. A tervezett város pedig a budapesti jókereső foglalkozás, mert az volt a célja, hogy a kiállítás teljes anyagát megismerhessék a gyerekek. Tehát gyakorlatilag majdnem az összes képpel és könyvvel találkoztak ez alatt a foglalkozás alatt. A fő cél egy rejtély megoldása volt, amit minden csapat a kiállítás bejárásán keresztül tudott megoldani. Általában erre a foglalkozásra egész osztályt érkeztek, 25-30 fő, és egy ilyen ugyanúgy, ahogy a nyári tábor, mert gyakorlatilag egy 5 fős, 4-5 fős csapatokban dolgoztak a gyerekek. Ez a foglalkozás egy tudatos városi sétára ösztönöz, mert bár vezetve van az állomások és elérkeznek bizonyos városi helyszínekhez, de mégis olyan feladatokat találtunk ki, amelyek teret adnak az egyéni felfedezés örömének is. És mindeközben műemléki építészettel fogalmakat tisztázunk a feladatok során, és bővítjük a gyermekeknek akár az ikonográfiai tapasztalatait is. De mégis a figyelmes szemlélő az új meglepetésekre is bukkanhat, és gyakorlatilag a város interaktív olvasata történik meg ebben a másfél órában. A térbeli tájékozódás és a megszerzett tudás egymást egészítették ki. Mégis fontosak voltak a személyes értelmezések, az egyénileg megformált városkép szabadsága. Ugye nagyon fontos a város és azért a térkép, ezért minden csapat kapott egy térképet, ami ott bal felül található. Ez már egy meglévő térkép volt, viszont új helyszíneket... Most ezt nem mondjuk, hogy ez a piros. Pontosít ez a piros. Tehát, hogy itt például a budavári labirintus bevettük a történetbe, vagy a Deák TV metrovonójárót, ami nem volt rajta ezen a térképen, vagy Budapest címerét, mert ezek mind a feladatok értelmezését segítették. És gyakorlatilag ezzel a térképpel indult el a csapat, és minden csapatnak egy különálló rejtét kellett megoldani. Voltak olyan helyszínek, amik átfedések voltak, de a rejtély az ugye mindegyik saját lesz mindegy ilyen nyomozós játék. A hangolódás az ott kezdődött, mert említettem ez a közös makettet, leültünk körben, és beszélgettünk személyes élményekről, ki hol lakik, milyen útvonalon közlekedik, mi az, ami milyen szereti Budapestet, mi az, ami nehézséget okoz. Nagyon a gyerekek egyből megnyílt, és nagyon tetszett nekik ez a téma. Tehát, hogy igazából azt mutatja, hogy a foglalkozás is, hogy Budapest maga, mint téma, az gyakorlatilag ki végre láthatatlan. Tehát bárhogy lehet, bármilyen lehet ezzel a témával foglalkozni. Itt összehajtottunk egy budapesti kvízt, ami igazából olyan, tehát nem csupán az ilyen kis kuriózumokra vagy érdekességekre kérdeztünk rá, hanem olyan mindennapi csodákra, amelyek mellett itt elmegyünk, vagy olyan mindennapi látványokra, történésekre, amik megtökkentőek, de mégis így a mindennapokba elvesznek. Például, hogy volt a baloldali közlekedés Budapesten, és akkor így ezt így a gyerekek így nem tudták így, hogy volt-e vagy nem, és tényleg az, hogy volt, mert 1941-ben egy baloldali közlekedés volt, mint Londonban, és akkor erre egy nagy rácsodálkoztak, és ha azt is elmondtuk még nekik, hogy a Millenniumi föld alatti a lépcsői azért vannak egy menetirányba szemben, mert ez még ennek a nyoma, és akkor ott tényleg nem is veszem észre, hogy közlekedek a városban. Tehát gyakorlatilag ez egy tudatos közlekedése is, vagy tényleg építészeti, környezeti nevelése is nagyon jó volt ez a bemelegítő beszélgetés. Vagy például, hogy jobban értékeljük a környezetünket, hogy az Erzsébet híd, hogy tudjátok-e, vagy hogy igaz-e, hogy az Erzsébet híd volt a leghosszabb felszálló híd a világon. És akkor nem az biztosan. És igen, tényleg 1921-ig azt hiszem. Tehát, hogy ezek ilyen nagyon jó kis arra, hogy egyrészt belemelegedjünk a témában, meg hogy ez a kis csodálkozó attitűd így elkezdődjön. És
tehát ezzel kezdődött minden foglalkozás, és akkor utána csapatokat alakítottunk. Hát itt igazából nem volt olyan lehetőség, hogy mi most a gyermekeket megismerjük, hogy hogyan alakulnak a csapatok. Azért úgy alakul, hogy szeretünk volna lenni, most egy ilyen esetben így nem tudunk nagyon így, de semmi, tehát hogy nagyon jó kis csapatok alakultak ki. És különböző állomások és feladatípusokkal találkoztak így a gyerekek. Gyakorlatilag a kiállításokon szereplő gyermekeket a megjelenő helyszínek szerint hoztuk létre ezeket az állomásokat. Tehát hogy ezért volt fontos megismerni a kiállítás képi világát, hogy mik azok a helyszínek, amik mondjuk több illusztráció megjelennek, vagy olyan képviséggel rendelkeznek, ami nagyon szuggesztív, vagy nagyon fontosnak gondoltuk, vagy nagyon különleges, vagy épp hogy tényleg térképszerű, tehát hogy az összes kategóriából legyen ilyen vizuális élményem. És gyakorlatilag így a Galéria Budapest sokszínű terein alakult át. Ezek az állomások voltak a Nagykörút, a Dudai Vár, Lánci, a Labirintus, az Alagút, a Deáltéri Metron és a Nyugati tér. Így gyakorlatilag vegyesen voltak mindennapi helyszínek, amik nem látványosságok is voltak akár nevezetességek is. És gyakorlatilag minden állomáson várt őket egy feladat, és az volt ebben a nehézség, mint nekünk hozzunk pedagógusokat, hogy úgy kialakítani az állomásokat, hogy közben ne keresztezzék egymást a gyerekek, hogy közben mindenkinek meg legyen a tere, és ne mondjuk pont elválasztja őket egy falra, ne egymás mellett szorongjanak, hanem hogy itt szétszörjük őket a térben. Tehát még ilyen szempontok is befolyásolták, hogy milyen állomások lesznek. És gyakorlatilag itt vannak a feladatípusok. Voltak rövidebb idő alatt megoldó feladatok, például mondjuk egy de nem is olyan egyszerű a Budapest címerállat egy kirakni kirakóban, például egy ilyen feladat a kirakós, vagy egy kvíz, ahol el kellett időzniük, ahol időt töltöttek, és voltak ezen kívül kicsit átgondolást igénylő feladatok, és kreativitást, és a rajzi, nem azt mondom, hogy rajzolást igénylő feladatok, meg hogy rajzolósabb feladatok. Ja, igen, tényleg akkor megint is a feladatokra. Vagy egy-két feladatot hoztam, hogy nem adom összesen, de hogy egy pár feladatot most meg tudok mutatni. Az egyik ilyen a tervező a Nagykörutat volt, ez egy állomás volt, egy olyan képnél, ahol a Nagykörutat ábrázoló pont látható grafika volt, és itt mindenkit várt egy ilyen kedves gyerekeknek szóló bevezető szöveg, ennél nyilván részletesebb, hogy képzétek el, hogy Budapesten akár csatornák is víz is folyhatott volna, mint Velencében, ez tényleg egy valós tény, reggel Ferenc város fejlesztési terve, ami kimarad egyébként valószínűleg az oktatásból, de ez is egy ilyen plusz információ, és kreativitást igénylő feladat. Itt egy korabeli kaptak egy korabeli grafikát, ami ez volt a 40-es terve, vagy a Nagykörutat kivezető a Dunát, ahol egyébként is volt a, még a római korban a csatorna, és akkor itt a kárpályok is közlekedhettek volna, és akkor olyan leírás feltöket, hogy képzeljétek el, hogyha beülnétek a villamos helyett egy csónakba kellene ülni, vagy egy hajóra, hogy ez milyen lenne. És akkor rajzoljátok be magát ezen a térképen, hogy lehetne ezt a csatornát, ezt a vízi közlekedést megvalósítani, és hogy rajzoljátok be, volt egy üres nagykörút térkép, hogy milyen lehet most a közlekedés. Volt. Akkor egy kevésbé turisztikai látvány a Deáltéri, a Vérobetői, amivel itt van a Deáltér, tehát valószínűleg sok gyerek találkozik, és ez egy nagyon érdekes kortárs művészeti alkotás, João Vieira a portugál képzőművész csempéi, és ezzel is gyakorlatilag nap, mint találkozunk az a
aluljáróval, de hogy nem valószínű, hogy utána néznek el a gyerekek. És itt ez volt egyébként az egyik csapatnak a rejtélye, hogy fejtsd meg, hogy mi ezek a csempék. És ehhez kaptak különböző képeket, egy ilyen gyakorlatilag ezzel a megfejtési ábrát, és szöveget, amiből ki kellett találniuk, hogy mi ezek a csempék, és ezekből a betűből vágtunk ki ez a csempéből betűket, és akkor ebből kellett kirakni, hogy bortunk. Tehát, hogy mi az a nyelv, ami ezekre a szövegekre megjelenik, és hogy ez portugál. És akkor ahhoz megkaptuk információkat, hogy gyakorlatilag portugálul látható a Deákeri aluljáróban, Ady Endre és Petőfi Sándor követeményei. És ez is egy olyan információ, vagy akár egy vizuális élmény nekik, amit nem valószínű, hogy ott találkoznak velük, így pedig ott van előttünk. Ez egyébként nagyon tetszett nekik ez a feladat. Akkor még egy olvasat a városnak, mint a kalandvárosnál, egy személyes narratíva, egy személyes történet. Itt egy képeket és egy egész interjút kaptak Fazekas István hírmesterről, akinek a családja még itt élt itt lakások vannak a várólakóban. És ez is egy olyan információ, amit egyrészt valószínűleg nem tudnak a gyerekek, illetve hogy tényleg a kalandra hív, hogy hú, de érdekes, hogy itt tényleg laktak és laknak, és akkor Fazekas János narratíváján keresztül ismerik meg a városnak ezt a szegletét. Egyébként az ő apukája meg itt élt, ez a hímesnő még így gyerekeskedett, és az összes a szabadságkív és a palitív, annak a karbantartása ehhez a családhoz köthető. Tehát, hogy itt egy ilyen családi narratíva van felállítva a város történetben. És ehhez kapcsolódóan még egy olyan feladatot kaptak, hogy ugye régebben, amikor lovaskocsikkal jártak, akkor nem volt ilyen légszennyezettség, és teraszonat építettek ki. Itt lehetett kilátást nézni, pihenni, és erre a rajzra, a fekete-fehér rajzra, ők még rárajzolhatták azt a teraszt, amit elképzelnek a budai várólagban. Igen, és akkor még egy utolsó példára a Budapesti Munkeresére, ami már a Balázsváros témához köthető, mert ez is egy következő, egy olyan információ, amely kimaradban az életanak anyagból, hogy akkor a Zeppelin átszelte a budapesti üteget, és hogy ez most igaz, vagy nem, vagy ez most tényleg megtörtént, vagy nem, ez annál a múlti festménynek volt, amelyet Smárhoz a készített a budapesti nyomkereső, azt hiszem pont az a könyvének címben. És itt pedig egy korabeli szövegrészletet kaptak, ez csak egy újságkivágat, ez csak egy részlet, amiből ki kellett találniuk, hogy mi is ez a repülőtárgy. Karinti Frigyes idézetet is olvashattak, tehát itt összeválogatni nekik mindenféle kapcsolódó anyagokat, és egy korabeli fotót is kaptak, ahonnan leszálltak a Zeppelint, és bármilyen így megrökkentő jelenséget rárajzolhattak a fotóra. Igen, és miután ez tényleg az egy és negyed órát az igénybe ment ez a nyomkereső az összes állomással, és utána találkoztunk a nagy makettnél, és mindenki elmesélte az élményeit, és a megfejtéseket is, azokat a kis tárgyakat, vagy rajzokat, amiket készítettek, azokat helyszínűleg odapakoltuk a térképre. Gyakorlatilag ennek a foglalkozásnak az volt a cél, hogy a kiállítást képileg el teljes mértékben nem ismerjék, és utána azt mondom, hogy szépen. Főváros mozdulatban a kói, az már főképp itt már a kézmunkával a hangsúly, vagy a technikán, ugyanúgy, hogy az anti maketteinél. Ennek az volt a cím, hogy a főváros mozdulatban a kói. És itt egy távvezetés, egy interaktív távvezetés után itt már elkezdtek magenteket készíteni.
készíteni. Egyrészt itt viszonylag elég szabadságot kaptak, tehát hogyha volt helyük, akkor már meglévő emlékművet készítettek, vagy pedig helyspecifikus fiktív közteri szobrokat és emlékműveket. Inkább ugye nyilván erre volt kedvük, és akkor az óriás madár uszájtól kezdve a hatalmas távvezérőig nagyon sokféle kreatív alkotás született, vagy egy ilyen csillag alakú park, és ezeket az alkotásokat oda helyeztük, ahol inkább képzelték volna, és ezzel készítettük ki a budapesti makettünket. Akkor a nagyobbaknak, 14-15 éves korosztálynak tervezvárosi foglalkozást ajánlottunk. Ez a foglalkozás egyébként már a galéria egyik állandó foglalkozásával vált, ugyanis azt tapasztaltuk, hogy ennek a korosztálynak nagyon nagy igény van erre a foglalkozásra. Gyakorlatilag nagyon hamarta jönnek egy ilyen foglalkozást kérni a diákok. Illetve a tanáraik a foglalkozásokon, mivel a projekt management eszközeit igényben véve a csoport feladata, hogy felújítsak egy választó budapesti teret. De leginkább az első teret, ami itt látható, ezt ajánlottuk, mert kinéztek itt a nagy hidegablakon, és egyből meglátják a teret. És a foglalkozásokon a csoport feladata, hogy megtervezzék, felújítsák az első teret. A csoport tagjai nem csak terveznek, de különböző fogyasztói csoportokat is alkottak. A csoport igényeinek megfelelően hoznak létre egy teret, és ezt a program végezetével prezentálják. Tehát itt a következő fogyasztói csoportok voltak, mint mindig voltak múdiások, szóval hogy ők választották. Tehát hogy ide általában egyébként kisebb csoportok jöttek, nem teljesen egész osztályok, mint a félosztályok, és akkor ide arról beszélgettük, hogy ők igazából melyik az a fogyasztói csoport, az a csoport, amelyikkel ők a legszívesebben foglalkoznak, és az a kérdés, hogy a nyugdíjasok azok mindig szerepeltek, vagy a kismamák általában, tehát hogy ilyen nagyon érdekes csoportokat ajánlottak a diákok. És gyakorlatilag ezt a teret átrajzolták, áttervezték, és utána prezentálták, hogy milyen változtatásokkal lenne ez az Erzsébet tér alkalmas és még jobb annak a fogyasztói csoportnak. És mivel különböző fogyasztói csoportokat képviseltek, ezért volt, hogy akár egymással vitáztak, vagy ellent mondtak, és akkor mindenki külön prezentálta a maga tervét. Itt is gyakorlatilag az volt a célunk, hogy egy tudatos városi tervezést sajátítsanak el, de megmaradjon a személyes értelmezés lehetősége. Tehát gyakorlatilag ennek a kiállításnál, vagy ennek a foglalkozásnál a kiállítás az inkább egy ilyen háttér volt, de akár inspirálóan is hathatott ezekre az új terekre, ahogy a grafikának megnézték. Gyakorlatilag erre a Budapesthez kapcsolódó kiállításra három különböző mélységű rétegű foglalkozást valósítottunk meg. És köszönöm a figyelmet!